Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Megnézzük, hogy mi történik a hétvégén. De mielőtt mondanám, hogy mit jelentenek a kártyák, megemlíteném azt, hogy vannak új felvételeim, ahol megmutatom a kártya csomagot, a gyűjteményemet. Mindig jönnek új felvételek. Ezt azért készítem, hogy tudjad azt, hogy melyik csomagban milyen kártyák vannak. Sőt, kitérek a jelentésükre is. És most megnézzük azt, hogy mi történik hétvégén. Itt látható a 10-es szám, ami utal egy új kezdetre. Jelenleg még vannak nála álmatlan éjszakák. Valami foglalkoztatja őt, nem érzi jól magát. A jelent kellene élni. Erre utal itt ez a kép. Ez az idősebb férfi szimbolizálja a múltat, a gyermek szimbolizálja a jövőt, és ez a pár azon kívül, ez az idegen férfi, tehát a kapcsolatok, ez jelenti a jelent. Amennyiben a jelent éljük, akkor minden jobban alakul. És itt látható a mozgás, átteszi magát a félelmeken, a bizonytalanságokon, és ha a jelent éli, erre ő most rájött, akkor itt lesz egy új irány, mozgás, lesz egy új kezdet, lesznek változások. Szombat itt látható középen. Itt ez a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni. Ő ott van a fa mellett, de nem figyel oda rá, és úgy gondolja, hogy ez másoknál sikerül. Megvan a biztos anyagi helyzet, megvan a biztos munkahely, megvan a stabil párkapcsolat, vagy egy szép otthon. De ő a távolba tekint, és úgy gondolja, ez nem az övé, hanem ez még olyan messze van. Viszont, ha felfedezi azt, hogy a varázsló segít. Ez lehet az ő saját varázslatos kisugárzása, vagy egy szertartás, vagy a hozzáállása, akkor lesz itt egy új irány, és eléri a fát szimbolikusan, ahol ő is le tud gyökerezni. Vasárnap az itt látható. Vannak új tervek, van egy új irány, egy új elképzelés. Ez lehet egy külföldi kapcsolat vagy utazás is. Itt látható a könnyek mezeje, de ő már ennek hátat fordít. Lezárja azokat a témákat, ami őt eddig elszomorított. Te érzelmekkel közeledsz hozzá, de nem veszi észre, vagy nem meri elfogadni. Ezért légy még kicsit türelmes vele. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!